átvették a megbízó levelüket a június 9-én megválasztott képviselők és Nyírbátor város polgármestere is. 50 éve nyitották meg az iskola utcai óvodát. A mai aktív városi nemzedék döntő többsége valamikor ennek az óvodának is lehetett a növendéke. Két kiállítással, egy festészeti és egy izgalmas grafikai műveket felvonultató tárlatra várják a Városi Galériában a látogatókat. Köszöntöm Önöket! A Bátor Televízió híradóját látják. Híreink következnek. A június 9-i önkormányzati választás eredménye jogerőre emelkedett. A megválasztott polgármester, az egyéni kerületi és a listás képviselők átvették a megbízó leveleiket. Június 9-én nemzetiségi és kisebbségi önkormányzati választás is volt Nyírbátorban. 5 roma és 3 ukrán kisebbségi képviselőt választottak meg. Városunkban a választás eredményes volt, és minden törvényesen történt. A névjegyzékben szereplő 9148 választópolgár közül 5523 fő vett részt a szavazáson. A megjelenés 60,37% volt. Megválasztottuk Nyírbátor város polgármesterét. 8 választókerületben egy-egy önkormányzati képviselőt. Kiosztásra kerültek a kompenzációs listás mandátumok, összesen 3. A megyei közgyűlés tagjainak választása is eredményes volt, a szavazatok összegzése megyei szinten történt. Ugyanezen a napon a nemzetiségi önkormányzatok megválasztására is sor került. A roma nemzetiség esetében 5 fő, az ukrán nemzetiség esetében 3 fő kapott mandátumot. A választás eredményével kapcsolatosan törvényes határidőn belül nem érkezett jogorvoslat. A választás eredménye jogerőre emelkedett. Ez a város, ha újabb és újabb kihívások elé néz, már pedig azt gondolom, hogy lesznek ilyenek. Tudnék is most jó néhányat felsorolni, amivel már számolunk, ami szembe jön velünk, és biztos van jó néhány, amivel nem kalkulálunk, mert váratlanul ér minket. Egyetlen egy dolgot tehetünk, hogy a lehető legfelkészültebben várjuk ezeket. És ebben én azt gondolom, hogy a következő 5 évben a legfontosabb feladatunk a különböző társadalmi csoportokkal való kapcsolatainknak a megerősítése, és itt nem csak a szervezeti keretek között értem ezt a társadalmi kapcsolatok megerősítését, hanem minél inkább a különböző itt élő közösségekkel együtt kell tudnunk élni, és meg kell ismernünk az ő gondolkodásukat. Erre jó példa az idősügyi kerekasztal, ami már működik, de én azt gondolom, hogy mind a családokkal, mind a családalapítás előtt álló fiatalokkal, és mind a legfiatalabb korosztállyal az ilyen közvetlen, folyamatos és jó együttműködést, az információ megfelelő áramlását, azt ki kell alakítanunk. Akkor tudunk jól reagálni, akkor tudunk jó döntéseket hozni a következő 5 évben, hogyha ismerjük az emberek véleményét, ismerjük, hogy mire vágynak, ismerjük, hogy mit szeretnének, ismerjük a problémáikat, ismerjük a terveiket, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet baj. Én büszke vagyok Nyírbátorra, büszke vagyok erre a városra, a város valamennyi lakójára, hiszen ez a város egy nagyon komoly történelmi múlttal, nagyon erős jelennel, stabil háttérrel, és a jövőbe bátran néző emberekkel. Én azt gondolom, hogy a következő 5 évben is el fogja érni, amit maga elé kitűzött. Én ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, sok örömet, jó egészséget, és sok munkát, mert azt én mindig el szoktam mondani, hogy egy valamit sajnos nem tudok megígérni, hogy kevesebbet fogunk dolgozni. Ez a következő 5 évben is így lesz, de ahogy az elmúlt időszakban, én biztos vagyok benne, hogy ez a sok munka a következő 5 évben is meghozza az eredményét. Fél évszázada kezdődött meg az óvodai nevelés oktatás az Iskola utcán, a ma Kerekerdő óvodaként ismert intézményben.
A jubileum alkalmával szülőknek, óvodai dolgozóknak és a város intézményei képviselőinek, illetve az önkormányzat vezetőinek részvételével tartottak egésznapos ünnepséget az óvodában. Ez a fél évszázad ugye rengeteg hagyomány kialakítására alkalmas szokás, itteni módszerek, gondolom, hogy a szakmai minőség, és ez hogy jelenik meg vajon? Tehát hol lehet ezt tapasztalni, hol lehet ezt észrevenni? Hát talán lemérni abban lehet, hogy a szülők elégedettek a mi munkánkkal, hogy választják a mi óvodánkat. Szívesen járnak a gyerekek hozzánk, tehát elégedettek velünk. A Nyírbátor sokszínű óvoda rendszerében talán az egyik legszebb óvoda ez, ahol most állunk, az 50 éves óvoda. Egyébként milyen helyet foglal el a városban maga az intézmény, mint óvoda? Nehéz ezt megmondani, hiszen valamennyi intézmény, valamennyi szolgáltatás, amit a város nyújt, az rendkívül fontos az itt élő emberek számára. Az óvoda azért lehet egy kicsit mégis kiemelkedőbb ebből a sorból, mert nyilván a családok a gyerekeiket először, jellemzően először engedik el a kezüket, először adják át egy városi intézménynek, és ennek megfelelően a felelősség is elég nagy. De én azt gondolom, hogy az elmúlt 50 év az bizonyította, hogy a város ezen a területen megfelelő minőségű szolgáltatást tud nyújtani, és hát az óvónénik és az itt dolgozók pedig tényleg igazi pótanyukaként lépnek be a gyerekek életébe, és ez nagyon fontos, és gondolom, hogy ez így marad a következő évtizedekben is. Mások-sok címet volt vele munka, madár-madár zöld és boldog ez az óvoda. Bázis napon megmutatjuk szuper programunk, jönnek sokan viszik. Versenyhelyzet van ugye az óvodák között is, elég rendesen. Az önkormányzati óvoda hogy állja meg ebben a versenyben a helyét? Fel vagyunk készülve erre a versenyre, minden eszközt bevetünk azért, hogy a gyermekeink itt jól érezzék magukat. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben az a célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, ugyanakkor viszont a törvényi feltételnek is meg kell felelnünk, hiszen az iskolára készítjük a gyerekeket, és ez is nagyon-nagyon fontos feladatunk. Nem csak az a része a fontos, hogy milyen szakmai színvonalon működik egy intézmény, hanem hogy milyen emlékeket, milyen élményeket tud a gyerekek szívébe elraktározni, mert ez igenis kihat később a felnőtt korú életükre is, hogy mennyire kötődnek a településhez, hogy az emberek mennyire ismerik egymást, mennyire kötődnek egymáshoz. Itt az óvodában már azért szövődnek barátságok, kapcsolatok, szóval egy nagyon fontos közösségi hely a város életében. Folytatódik a járdafelújítás a Sóhordó utcában. Jelenleg a 33 és 47 szám közötti szakaszt építik. Ezzel az újabb fejlesztéssel együtt idén 2 kilométer hosszú szakaszon építettek vagy újítottak fel járdát Nyírbátorban. Az önkormányzat a járdafejlesztéseket saját forrásból finanszírozza, ebben az évben eddig 75 millió forintot költöttek ilyen jellegű célra. Jelenleg a Sóhord utca 33 és 47 szám közötti szakaszon történik a járdafelújítási program. Ugye a régi rossz minőségű járdát ugye felszedjük, a régi betonjárdát, és térkövezett szürke színű 10x20-as térkőből építünk ide új járdát. A műszaki paraméterek azok nem változnak, tehát ugyanabban a szélességben építjük vissza. Nyilván ugye beépítjük a szükséges folyókákat, vízevezető folyókákat, illetve a szükséges akta kiemeléseket is elvégezzük a felújítás kapcsán. Ezek a munkálatok már megkezdődtek. Mikor várható majd a befejezése? Időjárástól függően természetesen olyan 2 hétig tartanak itt a munkálatok. Egyelőre most itt a Sóhordó utcán zajlanak munkálatok. Mi a következő, mi az, ami várható a közeljövőben még? Az idei évi költségvetésben, amelyeket beterveztük, járdafelújításokat, járdaépítéseket, azokat már megvalósítottuk. Tehát egyelőre most úgymond befejeződik a járdafelújítási program, ezeket majd a jövő évben folytatjuk. Ezek mind saját forrásból valósulnak meg.
nincs rá pályázati lehetőség, önerőből valósítjuk meg, lakossági igény, szakmai szempontok alapján. Új kiállításokat nyitottak meg a Városi Galériában. Hajnal Ferencné festményeit és Víg Gábor grafikáit látogathatják a művészetet szeretők. Hajnal Ferencné korábban a Nyírbátori Szociális Szolgálat helyi megalapítójaként ismert, Víg Gábor a Művelődési Központ grafikusaként alkotja a város szerte ismert plakátjait. A Szentvér utca 7 szám alatti Városi Galéria kedtől szombatig 10 órától 18 óráig tart nyitva. Én itt éltem 32 évet. Amikor ide költöztem, akkor pedagógusként a kettes iskolában tanítottam 5 évig. És 85-től lettem a Családsegítő Központ vezetője, és 85-től kezdve a szociális területen dolgoztam. Sosem gondoltam véletlenül sem, hogy én valaha is festeni fogok. Én csak csodáltam a festészetet, a festőket, és irigyeltem is kicsit, hogy ők olyat tudnak, amit én nem. De ahogy nyugdíjas koromban unokáim megnőttek, időm az egyre több lett, valami hasznos, értelmes tevékenységet kerestem, nem anyagiakban, hanem valami szellemi terméket, hogy ilyet állíthassak elő. És ezt megtaláltam a festészetben. Egyszer csak rátaláltam, és onnantól kezdve mindig festek azóta. Nyomon követem a városnak az alakulását, fejlődését, az itteni történéseket, azért a Facebook és az ismerőseim, barátaim révén, és hát az, hogy itt állíthatok ki, ez meg nagyon csodálatos. Próbálom megfejteni Gábornak azt a művészetét, amit ő csinál. Valójában nekem ez egy ilyen misztikus dolog. Olyan érzésem van, mintha ő a Gábor, mi vagy legalábbis az ő tudatalattiát valahonnan egy ilyen ősi tudatalattit előhoz, és ezzel ő képes ezeket a képeket megtölteni. Olyan, mintha több élete is lett volna már, és ezekből a képeket magával hozza. Mert egyszerre található benne szinte ilyen dűdedi vonulat, ott például egészen szürrealista időket idéző képeket láthatunk, de ugyanakkor megjelenek a képregények világai, az ilyen pánkosabb plakátok, szinte ahhoz képest, hogy Nyírbátorban vagyunk, olyan, mintha egy ilyen nyugat-európai pánkos közegben készültek volna ezek a képek, amik tele vannak fanzájnokkal, vagy olyan grafitis alkotókkal, amik mondjuk New Yorkban, vagy egy nagyobb városban magától értetődőek, de itt Nyírbátorban nem. Gábor pedig ezt a világot elhozza közénk. Ami még pedig nagyon fontos szerintem, hogy hogy rengeteg fantázia és játék van az ő képeiben. Például kinek jutna eszébe az, hogy egy gémes kút legyen egy zenésznek a világítása. Majd láthatjátok itt az egyik képen. Vagy az, hogy Van Gogh levágott fülét, te magad is levágottod a plakátról, mint amikor egy telefonszámot akarsz leszakítani egy hirdetésről. Szóval rengeteg játékosság van benne, egy olyan felszabadult világ, amit szerintem mindannyian elnyomunk magunkba, de Gábor ezt ki tudja önteni a vászonra, elénk rakni, és ezzel tulajdonképpen gyönyörködtetni mindannyiunkat. Az idei, azaz a 13. Határtalan Gyermekszínjátszó Fesztivál keretében nem csak egymás produkcióiból, hanem szakavatott mesterektől is tanulhattak színpadi vagy színészmesterségbeli fogásokat az ifjú színjátszók. A Kulturális Központ színpadán pedig jó néhány a résztvevő csoportok által előadott produkcióknak tapsolhatott a sajnos zárt körű közönség. Ez a plakon kellene. A 13. az egy szerencsés szám?
Mindenképpen szerencsésnek mondható, mert hogy a 12-et az volt nálunk a szerencsétlen szám, ugyanis a Covid miatt már nem tudtuk a 12-et megvalósítani. Az egyszemélyes határon túli trénerek jöttek a csoportjaimhoz ide Nyírbátorba, és tartottak egy-egy nagyon klassz napot a diákoknak, a gyerekeknek, egy-egy ilyen fejlesztő napocskát. Most viszont a 13-at újult erővel kellett belevetni magunkat ebbe a szervezésbe. 6 előadás, 5 csoporttal dolgozunk. Egyébként a kultúra művelésében, terjesztésében milyen szerepe van a diák színjátszásnak? Én hiszek a művészet olyan jellegű erejében, ami egy ember életében meghatározó és elsöprő. És én magunkat is egy szegmensnek érzékelem. Mi ezt választottuk, mi ezt csináljuk, és igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek színházat értő, szerető, emlékeiben mindig csodálatos élményként megélő felnőttek legyenek, akik a gyerekeiket szintén valamilyen művészet irányba először tuszkolják, aztán belátják, hogy tényleg fantasztikus dolog, tényleg nagyszerű dolog ebben részt venni, mert ezek az emberek más emberek lesznek. Kedves nézőink, Önök a Bátor Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.